gyertya végig ég. Itt vár rád az ajándék. Ha jó lenne, ha itt lennél, az gyakorlatilag tavaly jelent meg karácsony előtt, viszont nem kapkodtuk el ezt a munkafolyamatot, mert teljesen spontán módon jött, hogy lesz egy karácsonyi duettünk. Idén is elővettük, és van rá igény, úgy látjuk, hogy most is hallgatják és szeretik az emberek, úgyhogy ezért most hoztuk el ezt a dalunkat. Petőfi Rádió zenében első, itt van velem szemben Hajduk Lára és Szakonyi Milán. Sziasztok! Szia! Egy olyan dalt hoztatok el, ami egy karácsonyi ünnepi dal. Nem kifejezetten terveztünk karácsonyi dalt, de hát jött ez az ötletem, és kidolgoztuk, és gyakorlatilag nagyon gyorsan, pár nap alatt elkészült. Ugye a dal elkészítése azért is ment nekünk viszonylag könnyen, mert hogy egy pár vagyunk, és hát nem kellett próbaidőpontot egyeztetni. Gyakorlatilag, hogyha éjjel kettőkor ültünk oda a mikrofonhoz feljátszani a dalt, akkor az így nekünk, hála Istennek, könnyen ment. Így is ment egyébként, mert hogy szerintem valamikor az éjszaka közepén majdhogy nem suttogva énekeltük fel a dalt, úgyhogy... Azt hiszem, hogy zongorával kezdted el írni, aztán hát a duónkból adódóan ez mégiscsak átkerült egy ilyen gitáros kíséretbe, és a végén raktunk köré egy ilyen szép kis minimál akusztikus hangszerelést, amit nagyon szeretünk. A fények már égnek a fán. Dorina készítette ezt a csodálatos klipet. Hozzáteszem, az is kb. 2 óra alatt történt, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon gyorsan. Ez egy fotóstúdió, és mindenki azt hitte, hogy az otthonunk, és a kutya sajnos nem a miénk. Ez is adja szerintem a természetességét a videoklipnek, hogy semmilyen nagy megfejtés nincsen benne, csak együtt vagyunk, hülyéskedünk, meg ilyen mindennapi jelenetek kerültek szalagra, vagy hogy mondjam. Ez az egyik olyan ünnep, amit a legjobban várunk az évben, meg hát nagyon szeretünk a családunkkal lenni, bár az ország teljes másik két végén vannak, úgyhogy ez kicsit nehéz kilogisztikázni, de nyilván emiatt is jött az, hogy a szövegben is benne van ez a jó lenne, ha itt lennél, mert jó lenne együtt lenni, jó lenne találkozni a többiekkel, úgyhogy ez nem, sokan azt hiszik, hogy egy szerelmes dal, de nem feltétlen csak a szerelemről szól, ez van még a tarsolyunkban olyan dal, amit szeretnénk majd megjelentetni, és hát gyakorlatilag én a Kvártettemmel is csinálok egy újabbot, Milán is dolgozik Csemer Bogival, Romhányi Áronnal új lemezeken, úgyhogy ez folyamatosan cirkulál, hogy éppen melyik kerekedik felül. A Műpánnál lesz egy kis karácsonyi koncertünk, ami azért is szép, mert egy jégpálya melletti színpadon fogunk muzsikálni. Jó lenne, ha